A Mohácsi Nemzeti Emlékhely tömegsírjainak feltárását és régészeti vizsgálatát 1960-ban és 1976-ban végezték el az akkori szakemberek. A csontokat azonban konzerválták és visszatemették. Jelenleg az emlékhely 5 tömegsírja közül a harmadik számú feltárása és tudományos vizsgálata jó ütemben halad. A munkálatok során régészeti leletmentésre is sor kerül. Most természetesen egy földréteg írt fel 1976. Ez egy homokréteggel fették, aztán egy földhalom került a sír felé. Hát most ezt bontjuk tulajdonképpen vissza. Az első fázis a munkának az, hogy ezt a talajréteget tulajdonképpen eltávolítjuk a sírba elhelyezett elhunytakról, és utána pedig személyenként kiemeljük az egyes csontvázakat. Ez az első fázis most már nagyjából látszik, hogy azért ezen a héten vagy jövő hét elején nagyjából megvalósul. Utána mi is egy kicsit ismeretlen vizeken nevezünk, mert ez nem egy szokványos sír, tehát itt nem egymás mellett lévő csontvázakról van szó, amik egymástól elkülönülnek, hanem hát igazából ezeket az elmúltakat akkor beledobálták ebbe a gödörbe egymásra átfedő módon, tehát többszörös átfedésben vannak az egyes csontvázak. És hát a sír közepére nem is lehet a sír széléről benyúlni, tehát valamiféle ilyen állványrendszert fogunk az egész fölé kialakítani, amire jön túl sok példa, még nincs így a környékbeli feltárásokról, tehát így az időfaktor az némiképp ismeretlen. De hát egyrészt nyilván körültekintéssel kell járni, tehát nem kapkodunk semmiképp. Az antropológus feladata az egyének kiemelése, valamint morfológiai és molekuláris vizsgálata. Mivel hazánkban igen ritkák a tömegsírok, a szakemberek minden percben tanulnak valami újat. Az antropológus feladata a csontvázak szakszerű kiemelésénél egy segédlet, az, hogy az egyéneket be tudjuk azonosítani, ezeket felszedni, és utána pedig következik egy természettudományos vizsgálata, ami egy morfológiai vizsgálatot tartalmaz, megállapítjuk az elhunytak nem életkorát, esetleges betegségeit vagy sérüléseit, és ez mellett pedig egy molekuláris vizsgálat következik, ami genetikai vizsgálatot akar, és más olyan molekulákat keresünk, amik a betegségekre, a problémákra utalhatnak még. Tömegsír esetében ez egy nagyon nagy kihívás. Igazából itt hazánkban nagyon kevés ilyen tömegsírt tártak még föl. Igazából amivel én részben kapcsolatba kerültem, az igazságügyi intézet révén az még a Recski tömegsírnak a feltárása volt, de nem nagyon van ilyenre példa, hál' Istennek. Ugye a délvidéken, Szerbiában, Boszniában ilyeneket tártak föl sajnos a háború után, de itt kevés tapasztalatunk van ebben. Tehát minden egyes percben tanulunk, és igazából az a fontos, hogy tényleg odafigyelve, ne kapkodva, együttműködve a régészekkel próbáljuk a legjobbat kihozni ebből a tömegsírból. A Dunadráva Nemzeti Park igazgatósága kérte fel a Janus Pannonius Múzeum régészeit és a Magyar Természettudományi Múzeum antropológusait az emlékhely tömegsírjainak tudományos vizsgálatára. A munkálatok előreláthatólag 2025-ig tartanak. A feltárásnak az a célja, hogy 2026-ra, az 500. évfordulóra a tudományos anyagból egy olyan kiállítási anyag készüljön, amit itt majd a helyszínen be fogunk tudni mutatni, illetve egy másik nagyon fontos és kiemelkedő feladata van ennek, az pedig az, hogy ezek a katonák, akik itt elhunytak, megkapják a katonai keresztény végtisztességet, és úgy legyenek eltemetve, ahogy méltó módon tudjunk rájuk emlékezni. 26-ig a célunk az, hogy a további 3 tömegsírt még föltárjunk, és annak is a részleges régészeti, antropológiai és történelmi vizsgálata elkészüljön. A feltárás során az emlékhely továbbra is fogad látogatókat, és a jelenlévő régész szakemberek tájékoztatják az érdeklődőket a munkálatokról.